Nálunk a gazdálkodás apáról fiúra szállt, nagyapám is gazdálkodott, édesapám is gazdálkodott, tőle szerette meg a gazdálkodást, és mi is gazdálkodunk. Itt Kecskemét mellett 30 hektáron termelünk csontélyasokat, cseresznyét, meggyet, kajszit, valamint szőlőt. A gyermekeim is megszerették a gazdálkodást, először, hogy apa, mi azt nem csináljuk, amit ti. Mi nem szeretjük a mezőgazdaságot, végül is csak rájöttek, hogy szeretik, csak még akkor nem érezték annyira, ők is agrármérnökök lettek. Az egész gazdálkodásunk integrált növényvédelemre alapozott. Az integrált növényvédelem tulajdonképpen egy olyan növényvédelmi technológiát ad a termelő részére, amiben a környezetet kíméljük, a hasznos élőszervezeteket kíméljük, de hogyha szükséges, akkor megfelelő hatékonyságú növényvédőszerekkel is, kemikáliákkal is bedolgozunk. Nagyon-nagyon fontos az, hogy tulajdonképpen a tenyészidőszak kezdetén alkalmazzuk a vegyszereket, majd a későbbiek során, amikor a színesedés és a gyümölcsérés megkezdődik, akkor gyakorlatilag kezdjük már alkalmazni a biológiai készítményeket, amelyeknek az alkalmazásával egy hosszú távú védelmet biztosítunk a betakarítás időszakára. Egészséges termést növényvédőszer nélkül előállítani nem lehet. Vannak olyan kártevők és olyan kórokozók, például a megymonélia, a monéliás megbetegedések, vagy például a cseresznyelégy, ami ellen nem lehet biológiailag védekezni, bizonyos ideig távol lehet őket tartani, de gyakorlatilag a teljes növényvédelmet erre a védekezés mechanizmusra nem alkozhatjuk. Mi például a saját ültetvényünkben az antraknózis ellen tudtunk végigvédekezni. Nálunk, amikor probléma volt az antraknózis, nem volt beteg növény. Miért nem volt? Azért nem volt, mert a vegyszeres védekezés után mi azonnal a baktérium trágyákhoz nyúltunk. Antraknózis egy olyan kórokozó, ami a gyomnövényeken, a környező fákon mindenütt előfordul, 2300 gazda növénye van, sok esetben tünetmentesen van jelen, viszont hogyha egy érőfélben lévő gyümölcsös egy esőt kap, hogy gyakorlatilag szélszárnyán oda kerülnek ezek a spórák az ágvillágba, rügyripacsokba és a gyümölcs vápákba, ahol a víz megül, és gyakorlatilag innen tud indulni a fertőzés, hiszen víz hatására ezek a kórokozók megindulnak szaporodni. Sajnos olyan alattomos tünettel jelentkezik, hogy már csak akkora vesszük észre, amikor levettük a termést a fáról, illetve beleraktuk a ládára, és utána már nagy csomókba összepenészesedik 20 perc múlva. Tehát gyakorlatilag ez a kórokozó az egyik tárolási betegségként ismert kórokozó, ami fő kórokozóvá vált a gyümölcs termesztés során. És ez nem csak a gyümölcsökben okoz kárt, ez okoz kárt a zöldségtermesztésben is, de ezt tudomásul kell venni, hogy ez a kórokozó az időjárási tényezőn következtében nem tárolási betegségként, hanem kórokozóként, termesztési betegségként jelentkezik. És ezért nagyon fontos, hogy itt a biológiai védelmet figyelembe vegyük. Felszeretném hívni a figyelmet arra is, hogy tulajdonképpen az olajokkal is nagyon sokat tudunk játszani. Az olajoknak nagyon nagy jelentősége van, például a betegségek elleni védekezés szempontjából, hogy azokat a felületre kijuttatva ott a vizes vízcseppeket legördítsük, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy a kórokozóknak zöme vízben úszó, és a víz jelenléte, illetve a levél meg a gyümölcs nedvességgel töltött ideje határozza meg a kórokozónak a létét, meg a szaporodás biológiáját. És ezért nekünk nagyon-nagyon fontos az, hogy a vizet minél hamarabb legördítsük, és így az olajok segítségével ezt meg tudjuk tenni. Már vannak olyan növényvédőszereink, illetve kiegészítő készítményeink, kondicionáló szereink, amik kimondottan tartalmazzák ezeket az olajokat.